Hello mindenkinek, Ryder vagyok. Nemrég véget ért a 2016-os BlizzCon, és most ebben a videóban így össze szeretném foglalni nektek azt, hogy mi jön, mi várható a Heroes of the Storm-mal kapcsolatban. Kezdjük is a legnagyobb dolgokkal. Először is két új hőst jelentettek be most idén BlizzConon, az egyik nem más, mint Varian Vryn, aki az első többkasztos hős, azaz lehet tank is, és lehet assassin is. Ugyebár ezt 4. és 10. szinten lehet, ugye talentekkel. Gyakorlatilag, ha úgy vesszük, akkor 6 hős egyben, majdnem. Végül is Karazim is ilyen, de Karazim azért inkább support, tehát azt lássuk be, hogy ott a legtöbb az ott supportba, és is fog egy picike változást kapni. Lesznek valami spirit lie, vagy valami hasonló, ilyen kis szellemeik lesznek Karazimnak, aki mindenféle buffot fog nyomni, de nem is ez a lényeg igazából most. A másik hős, akit még bejelentettek, az nem más, mint maga Ragnaros. Ő egy melee assassin, és neki a trétje nagyon-nagyon egyedi, ugyanis, hogyha azt belőjük, akkor egy épületet nem is, hogy az irányításunk alá tudunk venni, hanem épület méretűre növünk, az lenne a legjobb szó. Gyakorlatilag mi leszünk a raid boss. És ez lehet bármilyen baráti épület, vagy elpusztított épület, ami nagyon komoly, tehát fort vagy keep, ami nagyon komoly, ugyebár ezáltal meg tudjuk védeni akár Blackheart-os lövésektől is talán valamennyire a keepünket, és akkor lehet, hogy oké, mi meghalunk, mert ugye miközben mi vagyunk az épület, ugye a boss, akármi, aközben, hogyha lesetődünk, akkor meghalunk, de az épület nem. És az sokat jelent, az nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. Ezek a két új hősök, Varian jön már jövő héten a Nexusba, Ragnaros pedig valamikor decemberben. Na most, ami még újdonság, az az, hogy végre, még idén, azaz már kevesebb, mint 2 hónapon belül vissza fog jönni a Haunted Mines pálya. Át lett alakítva, nagyon-nagyon szépen át lett alakítva. Most már a gólemek azok nem úgy működnek, hogy mindig egy sávban vannak és ott jönnek vissza, ahol voltak, hanem mindig változó sávokból indulnak. És most már tényleg nem az van, hogy gyakorlatilag mindig egy sávot kell pusolni, mert a másik az úgy szinte teljesen mindegy, értitek. Ez tök király. Ez nagyon-nagyon király. Ezen kívül jövő héten jön az első aszimmetrikus brawl, a Blackheart Revenge, ahol az egyik csapat meg kell semmisítse Blackheart hajóját, a másik csapatnak pedig meg kell védeniük Blackheart hajóját. Nagyon érdekes lesz, kíváncsian várom. Biztos sokkal többet adjaltak rajta, mint a mostani Last Command brawl-on. Na most, ezen kívül még jönnek nerfök, buffok, stb. Amit gyakorlatilag már megszokhattunk, de ami érdekesebb, mert beszélgettek nagyon érdekes ranked ötletekről. Ezek csak ötletek, még nem tudják, hogy mikor fog megtörténni, de gondolkodnak rajta, agyalnak rajta, és én azt kell mondjam, hogy teljes mértékben egyetértek vele, de teljes mértékben egyetértek vele ezekkel, amiket most mondani fogok. Mindennel gyakorlatilag. Szóval, a ranked ötletek a következők. Hero League csak ezen kívül egyedül lesz játszható, ezután majd valamikor egy teszt szezonban gyakorlatilag. És Team League-be pedig 2-es, 3-as, illetve 5-ös csapatok lesznek. Ugye 4-esek nem lehetnek, mert akkor nem, akkor hogy pakolnak be egy Hero League-es szóló Q-s embert? Egy 4-es Q-s ember mellé, tehát csak 2-es, 3-as és 5-ös csapatokat lehet játszani. Emögött az az ötlet, hogy Hero League-ben az egyedi képességeket veszik alapul,
míg Team League-ben a csapatkoordinációt. És ezáltal ugye sokkal többen lesznek Team League-ben, azaz nem kell olyan sokat keresni meccset, mert lássuk be, Team League-et nehéz összehozni a Team League meccset. Mindenki egyszerre kell ráérjen, és ez úgy hosszas, értitek. Na most, ez még csak tervezve van, még nincs előrelátható season, de ezeken így gondolkodnak. Ezen kívül még egy picikét szeretnének a játékos eloszlásokon dolgozni, mondjuk úgy. Majdnem jó, amit most láthattok, az majdnem jó, amit most lehet látni. Majd mutatok egy képet, hogy ez a kép, amit itt most láttok, ez az, hogy az első seasonben hogyan oszlottak el az emberek. Ugyebár 11%-uk az embereknek az bronzba volt, 35 goldba, 35 silverbe, 23 goldba, 16 platinumba, valamint 14 diamondba, 1% masterbe és még kevesebb grandmasterbe, ami most már meg még kevesebb, mert gyakorlatilag csak 200 játékos. Na most. Ezen egy picikét akarnak még változtatni. Picikét többet akarnak a silverből a goldba pakolni, úgymond. És ezen kívül pedig a diamondot picikét lejjebb akarják faragni, mert azt szeretnék, hogy valamennyivel exkluzívabb legyen, mondjuk úgy, a diamondos klub. Ezeken fognak még dolgozni. És ami nagyon érdekes, hogy jön egy pár dolog hamarosan. De beszélgettünk már arról, hogy a Haunted Mice az visszajön. Ami nagyon király. De ezen kívül még személyre szabott statisztikáink is lesznek. Tehát például, megint fogjátok a képet, például van egy ilyen, hogy Grot, 66.000 hero damage-et nyomtál le, ami 10%-kal, 10,5%-kal több, mint az átlagosod, ami 60.000, Alarak-kal Hero League-ben. Például ilyen dolgok. Ami nagyon király, ami nagyon szuper, mert látja ezt az ember, hogy haladtam valami. És ez sokat jelent, már csak így szellemileg. Oké, elvesztettem a Hero League meccset, de javultam a hőssel. Ezen kívül változni fog a szintlépő rendszer, a progression system. Ami nagyon-nagyon komoly. Tehát eddig ugye 40-es szintig lehetett elmenni, illetve 20-es szintig lehetett elmenni, 40-es szintig lehetett elmenni az accounttal, és 20-es szintig lehetett elmenni a hősökkel. Na most, ismerek pár embert, akinek van 20-as szintű karaktere, de nem nagyon látom, hogy miért. Na most ezen egy picikét dolgozni fognak, és azt szeretnék csinálni, hogy több, nyereményeket, jutalmakat kapjon az ember. És ezen kívül, ami nagyon-nagyon komoly dolog lesz, az az, hogy nem lesz felső határja a szinteknek gyakorlatilag. És ezáltal hamarosan, amikor ezt bevezetik, nem tudom mikor, de amikor bevezetik majd ezt, egyszer csak így, egy csettintés alatt, amikor megnézitek az accountotokat, akkor nem 40-es lesz, 30-as lesz, 20-as lesz, hanem 300-as, 200-as, vagy 100-as, 150-es, ugyanis ezentúl az account szintje az egyenlő lesz a hősök összintjével. Ami hihetetlenül jó dolog. Szerintem ugyanis, például úgy, hogy a quick match-ezem, hogy ott látszik a szinted, nem tudom, hirtelen, nagyon fura, de hirtelen fejben nem tudom, hogy rankbe látszik-e a szinted, vagy csak a border, de tudom, hogy quick match-be látszik, és hogyha betöltöd a meccset, vagy betöltés közben látszik, egyszerűen látszik, hogy mennyi tapasztalatod van a játékkal úgy általánosságban, nem is az, hogy ha van 40-es szint, tehát 40-es szint, 500 meccs, ha kiszámoljuk 500 meccs, akkor az mennyi? Akkor az 10.000 perc, mondjuk,
Ez annyira ne számoljuk ki, jó? Mindjárt gyorsan belövik egy számológépet. Tehát akkor 10.000 perc osztva 60-nal, a 160 óra osztva 24-jel, az olyan 6 nap. Hát, az mondjuk egy olyan 2-3 hónap maximum. Az nem sok, tehát az egyáltalán nem sok, hogy elérjük a 40-es szintet, értitek? Jó. Szóval, nagyon imádom. Nagyon-nagyon tetszik. Ez, hogy mit akarnak csinálni ezzel a fejlődési rendszerrel. Szerintem sokkal jobb lesz tőle a játék, sokkal-sokkal jobb lesz tőle a játék. Igaz, hogy nem lesz végcél, úgymond, hogy oké. Felhúztam ezt a karaktert 20-asra, mert az a maximum, és akkor király vagyok. De egyszerűen jobban fogod látni, hogy igen, vagyok egy 500-as. Értek a játékhoz, tudom, hogy mi hol van, még hős mit csinál, még hős mit nem csinál. Értitek? Ezen kívül még nagyon-nagyon-nagyon sokára, de jönnek olyan dolgok, mint például a hős cserélés draftban, ami azt jelenti, hogy kidraftoljátok a csapatot, és utána ki lehet cserélgetni őket. Tehát például bedraftoltok először, bepikkeltek egy krómit, mert mondjuk olyan a pálya, hogy tök jó a krómi. De az első pikkelő nem tud krómizni, semmi baj, majd valaki más a csapatból később lesz a krómi, és ő lesz például egy tank, amit a másik bepikkelt, valami ilyesmi. Tehát ez is egy jó dolog, ez is egy jó dolog. Ezt még úgy le kell rendezni, biztos, tehát ezzel az is gond van, hogy mi van, hogyha bepikkelnek valamit, amit végül te kellene játszani, de te nem tudod játszani, akkor mi a probléma? Vagyis akkor mi a megoldás? Hát a probléma az adott. Értitek? Ezen kívül még gondolkoznak egy pálya rotáción, ugyebár effektíve most is volt. Jelenleg 11 pálya van a játékban. Hamarosan visszajön a Haunted Mines, ami azt jelenti 12 lesz. És azon gondolkodnak, hogy mi lenne, hogyha ugye van egy season, ami 3 hónap, és akkor 4 pályád lenne minden seasonben. Ami úgy érdekes, ami úgy eléggé érdekes szerintem. Gyakorlatilag ez volt a Machines of War-ral is. Egy darabig volt X pályád, utána kijött a másik pálya, és utána megint volt X pályád. Érdekes dolog, nagyon érdekes dolog. Fura lesz egy picikét, durvabban fog változni a meta, de csak úgy figyelni kell rá, értitek. Ezen kívül beépített voice chat-et is akarnak a játékba majd, ugyanis Overwatch-ban már van, tudtom, hogy Overwatch-ban már van, és Heroes pedig egy csapatjáték, szóval nem ártana. Maradjunk annyiban, nem ártana, maradjunk annyiban. Ezen kívül a party keresőt fel szeretnék újítani. Javítani szeretnének rajta. Például olyat szeretnének beletenni, hogy milyen játékkal szeretné játszani. Illetve mivel szeretné játszani, supporttal, tankkal, vagy valami ilyesmivel. Remek. Ötös Blizzard. Fuck yes! Szerintem ez tök király. Tök jó, hogy ilyenen gondolkodnak, és ilyeneket akarnak csinálni. Ezen kívül akarnak még klánokat is összehozni, ami gyakorlatilag pont az, mint aminek hallatszik, klánok gyakorlatilag. És kell lesz klánunk, biztos lesz klánunk, 100%, amint lesz klánunk. Jó van. Nos. Nagyjából ennyi igazából, ami a Heroes of the Storm-at érinti. Mi a véleményetek erről, amit itt most elmondtam? Nekem tetszenek a változások mindenképp, amiket terveznek, amik majd jönnének. Nem tudnék egyet sem mondani, amire azt mondanám, hogy ez nem jó. Talán a progression systemben az, hogy a hősöknek nincs felső szintjük. Tehát, hogyha lenne mondjuk egy 60-as vagy 80-as felső szint, mert hiszem az volt WoW-ban az alap,
Azt szerintem bőven jó lenne. Az, én úgy gondolom, hogy az bőven jó lenne. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít. Valamint, hogyha vagyok a csatornán, én azt szeretném, hogy iratkozzatok fel. Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!